most egy érdekes kísérletnek lehetnek szemtanúi. A következő egy-két mondatot megnézzük, hogy hány pislogással olvasom fel én magamon. Egyébként valószínűleg nem érzékelem, de önök úgy számolhatják. Te nézed? Jó, rendben. Mert hogy következik egy rövid összefoglaló. Saját kislánya ihlette meg azt a magyar fejlesztőt, aki speciális applikációt fejlesztett ki a szemek védelmére. A KSH egyik adatsorából kiolvasható, ma minden ötödik magyar gyermek küzd kisebb-nagyobb szemproblémákkal. Az alkalmazás ötletgazdája Fári Tamás már a stúdióban. Jöjjön tehát előtte egy rövid összefoglaló a beszélgetés előtt. Hét. Forradalmian új módszerrel, telefonos alkalmazás segítségével védené meg a gyermekek szemét egy magyar fejlesztő. A hazai startup által kifejlesztett applikáció a számítógépek kameráját használva figyeli a pislogást, illetve a monitor és szem közötti ideális távolságot. A monitorra vagy képernyőre való tapadás ugyanis gyengíti a szemet, ami rövid látást okozhat. A szoftver segítségével az is elérhető, hogy a huzamosabb ideig tartó rajzfilmnézés közben ne felejtsenek el pislogni a fiatalok. Az alkalmazás nem csak figyelmeztet, de méréseket is végez. Így a szülők könnyen utána járhatnak gyermekük mobil használati szokásainak. A fiatalok szemvédelme kiemelt jelentőséggel bír, tekintettel arra, hogy ma már szinte mindenki számára elérhetőek az okos eszközök. 2017-ben például a KSH adatai szerint 100 gyermekes háztartásra 143 darab okos telefon jutott. És Fári Tamás a vendégünk, a Szemfüles Preventív Kft.-nek az ügyvezetője. Jó reggelt kívánok, és nagyon érdekes beszél. Ilyen beszélgetés nem nagyon szokott lenni, eláruljuk a kedves nézőknek így a riporton kívül, hogy azt mondta Tamás, hogy ahhoz képest, hogy olvastad, ahhoz képest kifejezetten jó. Igen, mert, ez hogy... kedves, amikor a vendég azt mondja a műsorozatnak, hogy egész jó voltál ahhoz ügyes képest. Ügyes voltál, igen. Ez mit jelent, hogy Judit, amikor egy monitorról olvas, vagy én egy monitorról olvasok, vagy bárki egy monitorról olvas, akkor többször vagy kevesebbszer pislog? Igen. Amikor monitort nézünk, akkor gyakorlatilag majdnem nullára lecsökken ez a pislogási szám. Miért? Flowba kerülünk, nagyon átéljük azt, amit nézünk. Ugye általában villóznak a fények. Mondjuk, ha filmet nézünk, akkor követjük a cselekményt. Hogyha dolgozunk egy Excel táblába, akkor ugye azon dolgozunk, és akkor akár fél órákat, egy órákat tudunk így eltölteni. Na most akkor én ezt megnéztem. 40 másodperc alatt 7-szer pislogott Judit. Hogyha ezt kétharmadnak vesszük az egy percnek, akkor egyharmaddal felszorozzuk, akkor az ugye 10,5. Miközben mennyiszer kellene pislognia egy perc alatt? Egészséges szemmel 12-15 a minimum. Ez körülbelül 4 másodpercenként van, hogyha valakinek szembetegsége van, akkor pedig ennél több, inkább 20. Rendben van. Az, hogy erre egy applikáció készül, vagy arról, hogy egy startup foglalkozik vele, én erre bevallom őszintén, nem tudom, te gondoltál volna nem, erre. Nem, abszolút nem. Meg hogy egyáltalán nem is tudtam, hogy a szemünk egészségét befolyásolhatja az, hogy mennyit vislogunk egyáltalán. Hát az egyik legfontosabb dolog. A normális tartomány az ugye ez, és körülbelül 3-4 másodperc után felszakadozik az a könnyréteg, amit egyébként egy ilyen pislogással viszünk fel, és ami megvédi a szemet a bacillusoktól. Tehát keveset pislogunk, akkor kevésbé nedves a szám, ugye? Igen. És ez az, ami nem készült neki. Ugye kidolgoztatok egy applikációt. Egész pontosan ez az applikáció mit csinál? Figyelmeztet engem, hogy pislogjak? Ezt például nehezettem. Lélegez, pislog, igen. Igen, egy okos óra ugye azt méri, hogy mennyit lépünk, és akkor össze tudjuk hasonlítani, hogy megvan-e napi 8000. Ő pedig azt nézi, hogy megvan-e a percenkénti 13-15. Hogy nézi már, bocsáss meg? A mérőeszközzel a kamerán keresztül a pixeleket leveszi a szemről, és egy algoritmus azt futtatja, hogy ez egészséges tartomány. Rendben, de ez azt jelenti, van egy okostelefonom, letöltöm erre valamit, és én szembe kell, hogy vele nézzek, tehát hogy nézegetem? Hát alapvetően, amikor ugye nézzük a mobiltelefont, akkor nézzük. Tehát nagyjából szembe nézzük. Úgy van megcsinálva, hogy ezért bizonyos dőlésszögeket tud feldolgozni, mind a két szemet folyamatosan nézi, és visszajelzéseket ad. Hogyha egy kis fejecske bukkan fel, akkor az azt jelenti, hogy túl közel raktuk a telefont, egy kicsit rakjuk hátrébb, mert bandzsák leszünk. Hogyha pedig egy szemecske, akkor pedig ad egy ilyen pislogási ütemet, és akkor az azt jelenti, hogy egyáltalán nem pislogás. Hagyj ragadjak le egy picit. Ragadjunk. Én még mindig nem annyira értem, ez biztos az én hibám. A lépésszámlálót értem. Az egy olyan fizikai mozgás, ami egy ilyen nagy, azt értem, hogy ezt tudja számolni, ideig már eljutottam. Igen. De a szemmozgás az annyira pici, annyira apró, hogy nehezen értem meg, hogy hogyan veszi észre ez az applikáció, és hogyan tudja számolni. Hát ugye először az arcot beazonosítjuk, körülbelül egy olyan 30 ponton, azon belül az orrot és a szemet, és a szemet 6-8-10 ponttal azt nézegetjük,
hogy ezek összeérnek-e. Hogyha ez megtörténik, az egy pislogás. Rendben. És akkor eljutottunk oda, ha jól értem, most egy nagyon meredek párhuzamot fogok mondani. Tegnap előtt a kocsim kiírta, hogy ellenőrizzem az olajszintet. Így van. Na most, ez tényleg elég meredek párhuzam. De valószínűleg a telefon is valami ilyesmit. Teljesen ugyan. Teljesen jó a párhuzam. Jó a párhuzam. Tök jó ráéreztem. Oké, rendben. Ezt követően nézem a mobiltelefonomat. De akkor azt mondod, hogy ez a pillanat nekem egy mesterséges pillanat, mert azért én nem bámulom egész nap a mobiltelefonomat. Egész nap valószínűleg nem. De mondjuk de például, a filmet néznél a mobiltelefonodon? Most igen. Már nagyon sokan ugye a filmet például úgy nézik, egy gyerek, hogyha odaültetjük a tévé elé vagy a monitor elé, ugyanígy nézi, akár fél órán keresztül is, amennyit a szülő engedi, annyit nézi a rendben gyerek. Van, nézem ezt a mobilt, és egyszerűen megjelenik, hogy ellenőrizzem az olajszintet, ellenőrizzem így a pislogásomat. Hogyha kijön a piros fej, vagy nem tudom, amit az applikációban használtok, akkor én menjek orvoshoz, ez azt jelenti. Nem, akkor pislogj. Oké, rendben. És itt a bejátszásban volt egy érdekes mondat, hogy a gyerekek, amikor nézik a filmet, akkor pislogjanak. Ez valóban lélegez? Tehát, hogy én akkor most mesterségesen is tudom azt befolyásolni, hogy száraz a szemem, keveset pislogok, ezért egy kicsit pislogja. Rá. Igen. Ez ugyanaz, mint hogyha töltenél az autóra egy kis olajat, mert kevés az olajszint, úgy kevés ez a kenő folyadék a szemen. Onnan indítottuk a beszélgetést, hogy mondtad, hogy azért pislogunk kevesebbet, mert belekerülünk egy flow-ba ilyen szép kifejezéssel. Ez arányosan nő az idővel? Tehát ha mondjuk elkezdünk egy filmet nézni, az elején még többet pislogunk, és ahogy telik az idő, egyre jobban belekerülünk ebbe a körbe, annál kevesebbet, vagy ilyen arány nincsen? Nincsen ilyen arány, azonnal bekövetkezik. Tehát szinte egyből bekövetkezik ez. Ez azért érdekes, mert gyakorlatilag, mivel nincsen kenés, és a gyerekeknél ez hatványozottan igaz, ezért például az USA-ban már a gyerekeknek a fele rövid látó. És ugye mi X generációsok kitaláltunk egy nagyon jó terméket, például az okostelefont, meg a monitort, de az Y generációsok már 3, és a Z generációsok pláne 3-4-5 éves korban találkoznak vele. Mi még csak 35 évesen találkoztunk először például mobiltelefonnal. Ezzel te azt is mondod, vagy hát a kutatások azt mutatják, hogy így, hogy már a gyerekek tényleg úgy nőnek fel, hogy egészen picikoruktól kezdve ott az okostelefon, ott az iPad, nem tudom, hogy statisztikailag kimutatható lesz az, hogy általában véve romlik az emberiség látása ezektől az eszközöktől. Az orvosok ismerik ezeket a problémákat, ami az eszközökkel jár. Ez az SMS nyak, ugye, hogy folyamatosan így ülünk és előre döntjük a fejünket. Vagy hogy ebből az ujjunkból, a legbutább ujjunkból a legokosabb ujjunk. Én meg nem azt használom, hanem ezt, és én már nem tudom hányszor volt éhüvelygyulladásom. Így van, ezek az általános kütyűs betegségek. Rendben van, egy 10 éves gyerek és egy 70 éves nyugdíjas másképp pislog? Másképp kéne, hogy pislogjon, igen. Az mit jelent? Más beállításokat fogunk alkalmazni. Be kell táplálni azt, hogy én 10 éves kisgyerek vagy 70 éves nyugdíjas? Be kell. A regisztrációnál elkérjük ezeket az adatokat, és a háttérbe szemorvosok állítják be a statisztikai adatok alapján. Ez orvosilag igazolt? Tehát, hogy az, hogy és most pislognom kell. Gondolom én nagy kárt azért nem okozhatok. Egy pislogással, tehát ha túl sokat pislogott, vagy túl keveset pislogok. De ennek van egy tudományos, de egy tudományos háttere? Igen, ezt már 2005-ben is már Magyarországon is kutatták. Oké, ez egy világszabadalom? Tehát ez most elindult valahonnan Budapest belvárosából, és akkor most két... Mondhatni, bár szoftverre nincsen világszabadalom. Rendben van, de ezt hol használják ebben a pillanatban? Vállalatoknál használják, ugye azok, akik monitor előtt ülnek egész nap, napi 8-10 órát, illetve most jött ki az Android, ahol pedig igazándiból a szülőket szeretnénk arra rávenni, hogy a gyerekeket tanítsák meg. Figyelmeztet engem ez az applikáció arra, hogy a túl sok pislogás sem segít, hanem mondjuk szembetegségem van? Szemszárasságom van? Tudom, hogy ez egy komoly probléma. Tehát, hogy van olyan, hogy felesleges, hogy... Nem tud diagnosztizálni, nem hogyha ez a kérdés, igen. Egy népszerű tévhitet oszlassunk el, vagy erősítsen meg. Ugye nyilván mindenki érzi, és sokat nézi a tévét, vagy a monitort, fáj a szeme, száraz a szeme, bepirosodik. Klasszikusan használjuk ezeket a mindenfajta szemcseppeket, amikre azt szokták mondani, hogy igazán hosszú távon semmi értelme, mert csak függővé tesz. Ez valóban így van, mert ezt szokták mondani, hogy ez például nem segít a szemszárasságon. Én alapvetően nem vagyok szemorvos. Persze, de nyilván azért annyit foglalkozik ezzel a témával. A szemorvosok ugye azt mondják, hogy nagyon-nagyon emelkedik azoknak a pácienseknek a száma, akiken nem igazán tudnak segíteni. Tehát bemennek hozzájuk, fáj a fejem, fáj a szemem, és amikor megkérdezik tőlük, hogy és akkor mennyit ül monitor előtt, napi 8 órát, akkor
használja jó, hát egészségesen nem a testét. Tudjuk elkerülni gyakorlatilag, hát aki olyan munkahelyen dolgozik. Például. Igen, most tehát nem azért ugye... nézem 8 órát a monitort, ne filmeket bámulok, hanem mert én mondjuk muszáj híreket nézem folyamatosan. Mindenkinek most már muszáj, tehát 8 órát alszunk, és 16-ot monitor előtt ülünk, valamilyen kütyű előtt, képernyők előtt. Tehát már a nagyferónak a száma nem igaz. Ja, 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra pislogás, igen, ez egy ismert sláger volt. Tudom, hogy egy televíziós betegség az, hogy az ember úgy ül be egy moziba, hogy de jól vágták, de jó voltak. Te amikor így velünk szemben ülsz, vagy bárkivel szemben ülsz, nézed, hogy a másik... Nézem, igen. Igen, most már igen. De az a baj, láttam, hogy én ezt érzem is. Nem, láttam a szemeden, hogy nézed, jól pislogunk? Szerintem ügyesen, igen, ti jól használjátok. Ügyesen pislogunk. A rutin meg az évek. Igen. Kellemes pislogást mindannyiuknak, köszönjük szépen, hogy itt voltál.